Jó estét kívánok! Botrányokkal kezdődött a republikánus konvenció Clevelandben. Trump ellenfelei tettek még egy utolsó kísérletet az elnök jelölt lejáratására és ellehetetlenítésére, de kudarcot vallottak, és Trump most már célegyenesben van. Bár újabb botrányok még előfordulhatnak, mint például felesége plágium ügye. Trumppal és a konvencióval foglalkozunk a mai műsorban, három helyszíni kapcsolásunk lesz. Élőben beszélgetünk Bombera Krisztinával, aki ott van a konvenció helyszínén. A Népszabadság külpolitikai rovatvezetőjével, Horváth Gáborral megvitatjuk, mi lesz, ha Trump győz és megkapja az atomkódot. Kovács László külügyminiszterrel, volt külügyminiszterrel arról beszélünk, hogyan jutottak oda a republikánusok, hogy Trump maradt a jelöltjük. Végül pedig Bolgár Györggyel, aki korábban a Kossuth Rádió New Yorki tudósítója volt, megbeszéljük, milyenek lehetnek a magyar-amerikai kapcsolatok Trump vagy Clinton győzelme esetén. Most indításként nézzük meg Bombera Krisztinának a konvenció helyszínéről küldött tudósítását. Ahogy kitört délután, a palota forradalom már vége is volt meglehetősen rövid idő alatt. Korábbi konvenciókon nem tapasztalt széthúzás, harag, ordibálás töltötte be ezt a stadiont az ünnepinek szánt legelső órák alatt, mikor a delegáltak összevesztek azon, hogy lehetőség nyíljon-e a konvenció szabályainak a megváltoztatására, hiszen ezt akarták elérni azok, akik nem Trumpot álmodták meg elnök jelöltnek. Azonban a pucsot hamar leverték, a nagyobb botrány elmaradt, a pártelit sem akarta kockáztatni a súlyos belháborút a párton belül a lehető legrosszabb pillanatban. Az este a biztonságpolitikáról, a bevándorlásról szólt. Többen felszólaltak itt olyanok, akiknek a családtagjait illegális bevándorlók ölték meg. Ne feledjük, az illegális bevándorlással szembeni kemény fellépés Donald Trump egyik legfontosabb kampányüzenete. Az estét az elképesztő első nap ellenére mégiscsak sikerült jó hangulatban befejezni. Mindenki szeretettel fogadta például Donald Trump feleségét, a mögöttem épp az előbb beszélő szlovén származású Melania Trumpot. Ez volt a tudósítás, most pedig élőben kapcsoljuk Bombera Krisztinát. Szerbusz! Szerbusz, jó estét! Hát ugye Melania Trumpnak az ominózus plágium ügye, vagy esetleges plágium ügye borzolja ott most a kedélyeket a konvenció helyszínén. Én fel fogok olvasni önöknek egy rövid részletet abból, amit Melania Trump mondott. A szüleim már nagyon fiatal koromtól kezdve azt az értékrendet ültették el bennem, hogy keményen meg kell dolgoznod azért, amit az életben el akarsz érni, kötelez az adott szavad, és azt kell cselekedned, amit mondasz, be kell tartanod az ígéretedet, és tisztelettel kell bánnod az emberekkel. Ezek nagyon szép gondolatok. Csak hogy Michelle Obama 8 évvel korábban a következőt mondta. Barackot és engem sok tekintetben azonos értékrend alapján neveltek, hogy keményen dolgozz azért, amit az életben el akarsz érni, hogy az adott szavat kötelez, és azt kell tenned, amit mondasz, vagy tenni fogsz. Hát gyakorlatilag itt egy-két szó változtatással ugyanazt a szöveget mondták el. Krisztina, hogy lehet ezt kivédeni, hogy ez nem plágium? Mit mondanak erre Trump emberei? Hát ugye egyrészt remélem, hogy egyetértesz, kíváncsi vagyok erre, hogy azt szögezzük le, hogy azért, és ezzel nem sértő szeretnék lenni, hanem épp az ellenkezője, Melanit szeretném védeni. Lássuk be, hogy leginkább közhelyekről van szó alapvetően, nem igazán eredeti gondolatokról, mondatokról, hanem az amerikai kultúrában, gondolkodásban unalomig ismert mondatokról. És ha a szövegazonosságot a jó oldaláról nézzük, ezen itt ma már sokan vicceltek, akkor azt is mondhatjuk, hogy lám-lám, lehet, hogy Donald Trump és Barack Obama olyan, mintha két külön bolygóról érkeztek volna, no, de a feleségeiknek milyen hasonló az értékrendje, lehet ezt pozitívan is nézni. Melania azt mondta, hogy nagyon kevés külső segítség írta a beszédet, ami nem sokat javít a helyzetén, mert ha így van, akkor ő maga lopott, nem rosszul dolgozó szövegírók, de hát nem kérdés valóban, hogy több mondat is szinte szó szerint ugyanaz, mint Michelle Obamáé 2008-ban. És ugyebár Donald Trump elhíresült tévéműsorának az volt egykor a fő szlogenje, hogy ki van rúgva. Ezúttal a Trump kampány már be is jelentette, hogy senkit nem rúgnak ki Melania kínosra sikeredett beszéde miatt. A maguk részéről lezárták a témát, de a helyi pletykák szerint Donald Trump persze rettenetesen mérges az incidens miatt. Én ugye ott bocsánat, hogy közbevágok, Krisztina, de te alkalmasnak tartod arra Melania Trumpot, hogy egy ilyen szöveget megírjon?
nem feladata, és ugye mindenki mégis azt mondja, hogy ő szokta írni, vagy a jelentős részét ő írja. Ezt sosem fogjuk megtudni, azért a legvalószínűbb az, hogy ezt mind szövegírók írják, profik, és kevés beleszólása van a konkrét embereknek abban, hogy mit mondanak. Ugye én ott álltam tegnap este végig a beszédek alatt, Melanie beszéde alatt is, és az este folyamán mindenki súgógépről beszélt. Előbb olvastam a következő sort, a következő gondolatot a hatalmas súgógépen, mint ahogy ezt a beszélők kimondták, úgyhogy improvizációval, vagy mások gondolatára való véletlen emlékezéssel, utalással, véletlen idézéssel senkit nem lehet egy ilyen helyzetben vádolni. De ez nem is probléma, az ilyen eseményeken abszolút mindenki súgorról dolgozik. Egyébként, ha megengedsz egy kis politikai pletykát, két szárral találkoztam összesen konvención, aki nem súgózott. Sarah Palin volt az egyik egykor, akinek lefagyott a súgógépe, és ő valóban fejből beszélt. Probléma meg is bukott, elmondta. Mint jelölt, úgyhogy aki nem jól használja a súgógépet, az megbukik. Gondolica Rice nem is kért súgót, ő ezt visszautasítja, és hibátlanul beszél órákig. Na látod, ő például nem bukott meg, sőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál ismét, akár csak tegnap. Reméljük, hogy még a konvenciók alatt, aztán majd Philadelphiában a demokrata konvenció alatt is sokszor tudunk kapcsolni. Köszönöm szépen! És kapcsoljuk élőben a Népszabadság szerkesztőségét, ahol várja a kapcsolást Horváth Gábor, a Népszabadság külpolitikai rovatvezetője, a lap volt washingtoni tudósítója. Szervusz Gábor! Szervusz András, köszöntöm a nézőket! Van egy nagyon érdekes mondat ma, amely a konvencióhoz és Trumphoz kapcsolódik. Tony Schwartz, a már a klasszikussá vált Art of Deal társszerzője, aki szellemi mentora volt Donald Trump 1987-es könyvének, azt mondta, azt jelentette ki, hogy ha Trump győz és megkapja az atomkódot, az simán a civilizáció végét jelenteti. Te ezt hogy értékeled? Kétféleképpen. Egyrészt Donald Trump bármilyen furcsa, rengeteg liberális barátot szedett össze az évtizedek során. New Yorki üzletemberként és építési vállalkozóként, hogy más nem mondjak, Hillary Clintonnal is jóba volt, és Bill Clintonnal is jóba volt. Tehát nem csoda az, hogy vannak olyan emberek, akik együtt dolgoztak vele, és egészen más politikai nézeteket vallanak, mint amit Trump most vall. A másik, amit érdemes elmondani, hogy már korábban hónapok ezelőtt is fölvetődött, hogy esetleg az amerikai tábornoki kar, a CIA és egyáltalán a fegyveres erőknek a vezetése esetleg megtagadja a parancsait, hogyha azok törvénytelenek lennének. Ugye Trump egy sor olyan dolgot mondott idáig, ami egyszerűen alkotmányellenes az Egyesült Államokban. Például nem lehet kitiltani az iszlám hívőket az Egyesült Államokból. Amerikát olyan emberek alapították, akik a vallásszabadság miatt, a vallásszabadság igénye miatt hagyták el Nagy-Britániát és Európát. Tehát egészen kizárt, hogy olyan dolgokat meg lehessen csinálni, amiket Trump ígér. Ugye nagy kérdés, hogy amikor elnök lenne, akkor tartaná ezeket az ígéreteit, akarna-e ilyen dolgokat csinálni, amit kötelességszerűen meg kell, hogy tagadjanak az amerikai végrehajtó hatalom tisztviselői. Valószínűleg nem. Na most Gábor, az is érdekes, hogy hát Donald Trumpról tulajdonképpen nagyon hízelgő véleményeket, amik az emberi tulajdonságait illetik, azt nem nagyon lehetett eddig hallgatni, sőt, inkább ellenkezőleg nagyon sokan bírálták az ő nagyon, hogy mondjam, drasztikus kirohanásait. Ehhez képest azt mondta a felesége ebben a tegnapi beszédben, most tekintsük el a plágiumtól, mert ez nem az a rész, hogy elmúlt az előválasztások keménysége, eljött az összefogás ideje, és szerintem, mármint a feleség szerint, Trump amúgy is alkalmas az összefogás megteremtésére, mert egy befogadó alkat. Na, ehhez mit szólsz? Hát Melania-nak lehet, hogy ez a véleménye, valószínűleg Donald Trump előző két feleségének is hasonlóan jó véleménye volt róla, amikor hozzáment. Másrészt, az Egyesült Államokban a felmérések szerint jelen pillanatban a republikánus szavazóknak
csak 38%-a tartja megfelelő jelöltnek Donald Trumpot. Még egyszer mondom, a republikánus szavazóknak 38%-a. Tehát nagyon-nagyon sok feladata van, hogyha egy kicsit is javítani akar a pozícióin. Na most azt is mondják, hogy Hillary Clintonnak az a nagy szerencséje, hogy Donald Trump az ellenfele. Most itt nagyon érdekes volt, hogy sokáig úgy volt, hogy egy nyugalmazott tábornok lesz az ő alelnök jelöltje, aztán viszont hát sokak meglepetésére, sokak meg egyáltalán nem lepődtek meg, hogy a republikánus pártnak egy kemény vonalas szárnyából, a Tea Party-ból, ebből a tömörülésből választott magának alelnök jelöltet, mégpedig Michael Pence-t. Mit tudunk erről a Tea Partyról, amely már korábban is Sarah Palin személyében jelen volt az amerikai elnökválasztási kampányban, de akkor a republikánusoknak nem ez a szárnya diadalmaskodott. Most pedig úgy néz ki, hogy nagyon erősek voltak, hiszen Trump kénytelen volt bevenni a stábjába egészen az alelnök jelölti posztra Michael Pence-t. Mike Pence 12 évig volt kongresszusi képviselő, akkor valóban a TEA párthoz tartozott, ez az amerikai republikánus pártnak a jobb szárnyának tekinthető. Utána indiánai kormányzó lett, és ott is nagyon kemény jobboldali intézkedéseket vitt végig, amivel magára haragította nem csak a liberálisokat, de a hagyományos konzervatívokat is. Tehát az ő államában nagyon örülnek, hogy nem indulhat még egyszer az indiánai kormányzóságért. A TEA párt jelentősége egyébként most már kisebb, mert a republikánus párt annyira jobbra mozdult, hogy ami ezelőtt 6-8-10 évvel még szélsőségesen jobboldali álláspont volt a republikánus párton belül, az ma a fősodor. Nagyon szépen. Úgyhogy most köszönöm. Már nincs is ilyen különösebb megkülönböztetés, hogy TEA párti, nem TEA párti. Köszönöm szépen, Gábor, hogy itt voltál velünk. Következik Kovács László külügyminiszter innen a stúdióból. Üdvözlöm, jó estét kívánok. Kívánok, és nagyon örülök, hogy eljött. A bevezetőben már említettem azt, hogy azról fogunk beszélni az interjú elején, hogy hogyan jutott ide a republikánus párt, hogy gyakorlatilag Trump maradt az egyetlen potenciális elnökjelöltjük. Miközben hát olyan nevek voltak itt ebben a republikánus pártban korábban, akik meghatározó egyéniségei voltak nem csak az amerikai politikának, de a világpolitikának is. Tehát ennyire nem volt utód? Nem volt olyan jelölt, aki meg tudta volna szólítani a republikánus szavazóknak a többségét, és így történhetett az, hogy egy teljesen más típusú jelölt futott be. Ugyanis Trump nem hasonlít eddigi egyetlen elnökre, vagy elnökjelöltre sem. Ő egy egészen sajátos stílust képvisel. Hát egy brutálisan szókimondó stílust képvisel, ami eddig nem volt a sajátja senkinek. Így igaz, de tegyük hozzá, meg is jelent egy pillanatra egy felirat, hogy az elit ellenesség volt az ő legfőbb támasza, és ezt látjuk még Európa számos országában is, ahol olyan politikai erők jelennek meg, tűnnek fel, és akár kerülnek kormányra, vagy olyan politikusok kerülnek felelős beosztásba, akikről hónapokkal korábban még senki nem is hallott. Ez mind az elit ellenességet mutatja, tehát az, hogy az elmúlt évek kormányzó erői, azok nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Nyilvánvaló ebben szerepet játszott a 2008-9-es válság például, amely hát minden akkor kormányzó erőnek az esélyeit rontotta az újraválasztás szempontjából. Egy sor külpolitikai kudarc, egy sor olyan fejlemény, ami hát nagyon nem tetszett, joggal nem tetszett a választóknak, ez mind azt erősítette, hogy olyan kell, aki szakít minden eddigi stílussal, minden eddigi módszerrel, minden eddigi politikával. Ugyanakkor azért az érdekes volt, és gyakorlatilag az elit ellenességre egy válasz, hogy olyan komoly, az elithez tartozó politikusok nem voltak ott ezen a konvencióban, nem mentek el, mint például George Bush és George W. Bush, Mitt Romney, korábbi elnökjelölt, valamint John Kasich, Trump egyik legyőzött riválisa. Na most ugye itt említettem George W. Bush-t, a korábbi elnököt, aki egyébként nagyon érdekes módon, hát nem a komolyságával tűnt föl, és tulajdonképpen megmagyarázhatatlan dolgot csinált, mindjárt meg tudjuk mutatni, hogy,
hogy néhány nappal korábban, amikor a dallasi rendőrgyilkosság áldozatait temették el, akkor ott volt a gyászszertartáson Obama elnök mögött, és akkor egészen elképesztő dolgot csinált. Nem tudom, hogy most tudjuk-e mutatni ezt a részletet. Az amerikai pártoktól független Real Clear Politics nevű szakportál a 7 legnagyobb közvéleménykutató átlaga alapján mutatja a versenyállását. Egy évvel ezelőtt Clinton még közel 20%-kal vezetett Trumppal szemben, ám 2015. szeptemberére 2%-nyira olvadt az előnye. Ezt nem sikerült elindítani és megmutatni, ezt majd láthatják egy kicsit később a beszélgetés után. Na most azt ígérték, hogy megvan, akkor fussunk neki még egyszer. Miközben Obama és felesége ott gyászoltak, a közben hát erre a kétségtelenül dallamos zenére majdhogy nem táncra például George W. Bush. Na mindegy, ennyit arról, hogy ő most milyen állapotban van, de térjünk vissza ahhoz, hogy jutottak ide. Tehát, hogy egyszerűen ön azt mondja, hogy szükség volt egy olyan emberre, aki teljesen más, mint az előző. Aki teljesen új, teljesen más, igen. Pontosan így most van. Lehet-e azt gondolni, hogy amit például Michael Flynn altábornagy, aki korábban úgy nézett ki, hogy ő lesz az alelnök előtt, aztán mégse ő lett, de most azt hírlik, hogy ő lesz a nemzetbiztonsági főtanácsadó, amely tudjuk, hogy a legfontosabb poszt Amerikában az elnök után, hogy a világ elveszítette hitét és bizalmát Amerika vezető szerepében, és pont Trump lesz az, aki ezt majd visszaállítja. Pont Trump. Hát majd meglátjuk, de azért hagy mondjak valamit azzal kapcsolatban, hogy a republikánusok körében is meglehetősen nagy volt az ijedelem, amikor látták, hogy Trumpot nem lehet megállítani, hogy ez az ember, ez a nevezték bohósznak, pojácának, felelőtlen, össze-vissza nyilatkozónak, és így tovább. De azért ne felejtsünk el egy nagyon fontos dolgot. Az Egyesült Államok több száz éve liberális demokrácia, ahol nagyon jól működik a hatalmi ágak megosztottsága, a fékek ellensúlyok rendszere, és hiába valaki az Egyesült Államok elnöke, ami természetesen hát egy kiemelkedően fontos pozíció, nem jelenti azt, hogy ő azt csinál, amit akar az országgal, vagy netán a világgal. Én egyébként három amerikai elnökkel találkoztam külügyi pályám során, úgyhogy valaki, akinek a kíséretében voltam, az találkozott az elnökkel, az első Ronald Reagan volt, akiről például nagyon érdekes volt a benyomásom, mikor hazajöttem, nagyon sokan megkérdeztek tőlem, milyennek találtad Ronald Reagant, mondtam, kiváló színésznek, hogy érted ezt? Kiválóan játszotta a jól tájékozott, felkészült amerikai elnök szerepét, természetesen papírokból beszélt, de rendkívül meglepően jól volt. Tehát látszik az, hogy az elnököt körülvevő csapat, nem beszélve a kongresszus két házáról. Hát azért azok nagyon nagy befolyást tudnak gyakorolni. Éppen ez a liberális demokrácia előnye, hogy nem egy személytől függ az ország és a világ sorsa, mint mondjuk Oroszországban. Köszönöm szépen Kovács László külügyminiszternek, hogy eljött, és most kapcsolunk tovább. Az amerikai pártoktól független Real Clear Politics nevű szakportál a 7 legnagyobb közvéleménykutató átlaga alapján mutatja a versenyállását. Egy évvel ezelőtt Clinton még közel 20%-kal vezetett Trumppal szemben, ám 2015. szeptemberére 2%-nyira olvadt az előnye. Thank you very much everybody. The special interest. I mean, you see what happened today.
Az év elejétől aztán ismét nyílt az olló, március végén Clinton 12%-kal elhúzott. Ekkor azonban valami megváltozott. Trump fokozatosan megközelítette ellenfelét, sőt, május végén, ha hajszálnyival is, de átvette a vezetést. Néhány nap múlva Clinton fordított, az utóbbi hetekben ismét ő vezet, ám előnye csak 3%-nyi. Itt az iménti grafikákon megmutattuk, hogy hogyan áll jelenleg a két politikusnak a küzdelme, illetve hogyan áll jelenleg a két politikus választási esélye. Most, ahogy ígértem, kapcsolunk tovább, mégpedig Bolgár Györgyhöz, aki a Klubrádió épülete előtt várja a kapcsolást. Szervusz, Gyuri! Szervusz, András! Azt szeretném tőled megtudni, és azért kértem, hogy legyél jelen a műsorban, tehát, hogy beszéljük meg azt, hogy hogyan alakulhatnak a magyar-amerikai kapcsolatok Donald Trump győzelme esetén, vagy akkor, hogyha Hillary Clinton lesz az Egyesült Államok új elnöke? Kezdjük a könnyebben, ha Hillary Clinton győz. Akkor nagyjából tudni lehet, hogy hogyan, mert Hillary Clinton volt az első Obama kormányban a külügyminiszter, itt is járt Budapesten 2011-ben, és be is olvasott az Orbán kormánynak, személyesen a miniszterelnöknek. Nyilvánvalóan azt az álláspontot képviselte, hogy az Egyesült Államok nem elégedett azzal, sőt ellenzi azt, hogy Magyarországon szisztematikusan lebontják a demokratikus rendszert, a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felhívta a figyelmét arra, hogy a szabad médiára, a független igazságszolgáltatásra szükség van. Ez nem tetszett Orbánéknak, de ez Clinton és Obama álláspontja. Ha Clinton nyer, akkor az amerikai álláspont ebben nyilván változatlan lesz. Úgyhogy sok jóra nem számíthatunk. Igaz, hogy szövetségesek vagyunk, de ha tetszik, akkor inkább hűvös ez a viszony Magyarország és az Egyesült Államok között. Ha viszont Trump győz, ami egyáltalán nem lehetetlen már, bár amikor megindult az elnökjelölési kampány és az előválasztások rendszere, akkor szinte senki nem hitte, senki nem merte megjósolni, hogy Trump győzhet. Most már nincs olyan ember valószínűleg, komolyan vehető ember, aki azt mondaná, hogy nem volna lehetséges az, hogy Trump győzzön. Bár nem valószínű, teszem hozzá. De hát, ha ő győz, akkor viszont teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi történik. Ugyanis Trump alapvető jellemzője egy kiszámíthatatlan ember. Azon kívül, hogy tudjuk, hogy a law and order, a rend és törvényesség alapján áll, hogy nem szereti a bevándorlókat, a menekülteket, a muszlimokat, hogy helyreállítaná mondjuk a bibliaolvasást, kötelező bibliatanulást az iskolákban, hogy a homoszexuálisok ellen van. Szóval mindazokat a társadalmi változásokat ellenzi, amelyek az elmúlt évtizedekben bekövetkeztek az Egyesült Államokban. Ezen kívül igazán konkrétat nem lehet tudni arról, hogy mit képvisel a világpolitikában. Azt mondja, hogy rendet, erővel fogunk rendet tenni mindahol, ahol Obama nem volt képes ezt megtenni. De hogy ez konkrétan mit jelent, és ebben Magyarországnak milyen szerepe jutna, egyáltalán tudná, hogy hol van Budapest és Magyarország, és mire jó ez neki, vagy mire nem, hát erre nincs ember, aki ma választ adna. De remélhetőleg ezt a választ nem is kell majd megadnunk, mert nem ő lesz az elnök. De tényleg komolyan azt gondolt, hogy nem, hogy összekevereti Trump Budapestet Bukaresttel, amit azt oly sokan teszik? Szerintem ez se lehetetlen, bár ugye egyik felesége szlovén, a másik cseh, úgyhogy elég jól kell, hogy ismeri ezt a közép-európai régiót. Még az is lehet, hogy a következő majd magyar származású lesz. Egy ilyen milliárdosnál, aki idáig vitte, ez sem lehetetlen. De a lényeg az, hogy nem tudja, hogy mi van a világpolitikában, fogalma sincs arról, és amikor határozott álláspontot kell képviselnie, az nincs neki. Igaz, hogy a saját pénzügyeiben sincs határozott álláspontja, egyetlen egy kényes kérdésre nem válaszol, mindenhol vagy
hazudik, vagy túloz, vagy csúsztat, vagy fölnagyít, mindent kikerül. És jellemző például, és ez nem tartozik a magyar-amerikai viszonyhoz, de a napokban, amikor megkérdezték, hogy mi a véleménye Obama kormány politikájáról a most elterjedt rendőrgyilkosságokkal kapcsolatban, akkor valami olyasmit mondott, hogy hát Obama szavai még csak rendben vannak, de a body language, a testbeszéd, hát az nem sok jót sejtett. De most ilyen fajta kijelentésekkel próbálja elbizonytalanítani a választókat arról, hogy Obama nem azt képviseli, nem a rendet és törvényességet, amire egyébként tényleg szükség van. Köszönöm szépen, Gyuri, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ezzel a mai naphíreadás véget ér, de biztatom önöket, nézzenek minket holnap is. Holnap is lesz naphíre, viszontlátásra.